Sziasztok, sziasztok, én Szefi vagyok, ez pedig egy újabb terrás videó, méghozzá az instázást fogom nektek úgymond bemutatni, hogy mi a lényege. Ez abszolút teljesen kezdőknek lesz értelmes, aki kicsit MMO-zott már, illetve aki kicsit már jártasabb ebbe, az annak nem fog nagyon újat mutatni. Az instázás egy olyan dolog, ami úgy mondanám, hogy egy ilyen barlang, ahol vannak sok mobok, ugye a mobok ezek, akiket mi ütünk, és vannak kisebb, illetve van egy fő boss, tehát akinek nagyon sok az élete, és rendkívül jó cuccokat tud adni. Ugye szintnek megfelelően vannak insták, tehát 20-ason van az első ilyen komolyabb, aztán 30-ason és így tovább, ugye a 60-as a legaktívabb insta, mert hát több fajta is van, illetve sokkal több cuccok lehetnek a birtokunkban, hogyha végigvisszük őket. Na de most én egy healer vagyok, tehát majd mindjárt mutatom is, mondjuk ez nekem kell. Ez egy raw rendszer, és mindjárt elmagyarázom, meg is kaptam, de én. Soulbondos az item, tehát azt jelenti, hogy úgymond lélekhez van kötve, ezáltal csak rám lesz jó, illetve ezt nem tudom senkinek már odaadni, nem tudom eladni se, azt hiszem, de ez nem biztos. Ez a Soulbondos item az egy olyan item, amit egyszer felveszel, és kidobhatod gyakorlatilag. Na, én a healer vagyok, tehát nekem nem szabad támadnom, hanem nekem az a dolgom, hogy felhílelem azokat, akiknek lemegy az életük. Na tehát, az alapkoncepció egy instában az, hogy szükségünk van egy tankra. A tank a Terrában a Launcer leginkább. Most a Mystic-nek az egyik ilyen summonja, az egy ilyen megidézett dolga lesz most a tank jelen esetben. És az a lényeg, hogy van egy tank. A tank üti mindig az adott boss-t, igen. Tehát egy fő lényt, akinek majd a cuccaira pályázunk. Szóval van egy tank, aki általában pajzsal, nagy védelemmel rendelkezik, illetve hát nem mondanám azt, hogy más sebzéssel. Vannak a DPS-ek, tehát damage per second. Ő például ez a Warrior. Ha úgy nézzük, a Mystic is az, csak neki ugye a petje az el tudja dönteni, hogy mi legyen. Szóval neki is van egy tank, most jelen esetben egy tank summonja van, van neki DPS summonja is, csak ugye az később kapja, meg még csak 34-es. És szóval vannak a DPS-ek és illetve vannak a healerek. Általában úgy jó, hogy van 3 DPS, van egy tank és van egy healer, aki folyamatosan vigyáz az emberekre. Tehát ezt a szerepet töltöm én be most jelenleg. És végül is ennyi. A DPS-ek az a lényeg, hogy nincs nagy védelmük, viszont nagyon-nagyon tudnak sebezni, tehát ők darálják úgymond a boss-t. A healerek meg támogatják mindenféle buffokkal, illetve a buffok azok ilyen támogató varázslatok, tehát amik felviszik az adott karakternek a statisztikáját. És szóval támogató karakter teljesen. Nekem a fő karakterem egy Launcer, szóval egy tank. Ő az, aki általában viszi egész végig, szóval engem követnek általában a playerek, illetve nekem is kell megtámadnom. Úgymond az agro. Az agro egy olyan dolog, én úgy mondom, hogy ez százalék, amit a mob eldönti, hogy kit támadjam. Ez most kicsit lehet bonyolultnak hangzik. A lényeg az, hogy az a lényeg, hogyha valaki, mondjuk ő, sokkal többet sebez a bossba, mint én tanként, akkor úgy dönt a mob, hogy őt fogja támadni. Tehát az aggro az azt jelenti, hogy meghatározza, hogy kit támad le a mob. Vannak taunt spellek. Ezek a spellek, vagy skillek, tök mindegy, annyi a különbség, hogy a spell az varázslatot jelent, a skill pedig képességet.
Szóval a WoW-ba spellek vannak, itt ugyanúgy lehet mind a kettőt használni szerintem. Tehát egy spellet azt akkor mondjuk, hogyha varázsló, tehát a Mysticnek spelljei vannak, a Warriornak meg skilljei, mondhatjuk azt. Nekem fontos, hogy nekem nem szabad támadnom a WoW-okat, mert nem szabad, hogy pont ezért. Meg hátul kéne maradnom. Ők meg, hogyha ügyesek, akkor vigyáznak rám, de ha nem ügyesek, akkor nem. Az Instának a leglényegesebb dolga a csapatmunka. Rettentően fontos az, hogy egyszerre... Szóval, hogy ne különbözkedjünk. Például a Warrior ne kezdjen el a szemközti mobokat ölni, úgy, hogyha még ezek itt vannak, szóval nem szabad hősieskedni. Teljesen csapatban kell játszani. Én is ugye rájuk figyelek, én is próbálok rájuk koncentrálni. És hát ugye az instázásnak a legnagyobb, úgymond, hogy mondjam, nem az a szivatása, a legjellegzetessége talán az, hogy ugye a partit be lehet állítani, hogy milyen fajta roll, tehát itt van, hogy party, és itt van loot options, hogy ki legyen a cucc. Na hát, hogyha itt most úgy van megcsinálva, hogy bárki rollolhat, illetve bárki nézheti a cuccot, bárki lehet, ami mondjuk egy nem előnyös dolog. Szóval az a lényeg, hogy úgy van felvezetve ez az egész Insta, hogyha tegyük fel, van ilyen két Warrior, és ugyanazt a cuccot szeretné majd, ami a bossba esik, akkor van egy ilyen rendszer, ami úgymond egy dobókocka, amit ugye vagy pörget, vagy tök mindjárt képzetbeli dobókockát képzelje, csak nem 1-től 6-ig van számolva, hanem 1-től 100-ig, és ő random úgymond dob a kockával. Tehát láttátok, hogy rolloltam az előbbi gyűrűt. Az azért volt, mert nekem szükségem volt rá, tehát én szerettem volna azt a gyűrűt. Mindenki, akinek szüksége van rá, az rámegy holról. És akkor választ nekünk a gépet számot 1-től 100-ig, és amelyikünk nagyobbat dob, idézőjelbe, azért lesz maga a tűz is. Tehát érdemes akkor rollolni, hogyha tényleg szükségünk van az adott cuccra, mert egyébként nagyon be tudnak rágni, például a Warriornak a kardját én nem is tudom használni, aztán rá megyek, hogy roll, aztán még ha enyém is lesz, akkor azért eléggé be tud rágni. De egyébként a Terrában azt hiszem ez pont úgy van megoldva, hogy jujjuj, közben itt nézem. A Terrában pont úgy van megoldva, hogy azért át lehessen adni a cuccokat egymásnak, tehát hogyha mégis úgy döntünk, hogy miénk van egy olyan cucc, akinek mondjuk semmi szüksége rá, akkor nyugodtan akkor a végén, hogyha többször is rollolt, és nem rollol senki, akkor miénk lehet a cucc. És ezáltal tudok éleszteni, tehát nekem abszolút ez a feladatom most, hogy ne avatkozzak bele, hanem csak nézem a harcot, illetve figyeljek a tankra. Nekünk most a tankunk jelen esetben egy peltank, aki neki nem nagyon tudom felvinni az életét. Ugye ezek a kis gombócok, ezek is felviszik az életet. Illetve nézni kell a bagodat, mert látod, pont most kaptam egy olyan cuccot, ami nekem pont nem kéne. Azok a kristályok, talán majd arról is ejtek pár szót. Az Insta az egy külön dimenziónak mondanám, szóval ahány parti van és ahány ember belép, annyiszor klónozódik le ez az egész. Tehát ha én most kilépek, csinálok egy új partit és visszajövök, akkor újra kezdődik az egész, tehát resetelődik. Szóval szokták is egyébként igényelni, itt van reset instance, szóval erre kell rámenni, hogyha esetleg még mindig partiba vagy és új embereket hozol, akkor resetelni kell úgymond az Instát, mert különben akkor az új tagok is, amikor belépnek az Instába, azt fogják látni, amit már te már egyszer végigvittél, de teljesen resetelni kell. Szóval most egy helyen van mindenki, szóval sok-sok parti megy jelenleg is ezen a helyen, csak ugye más és más dimenzióra lehetne osztani, én totál így képzelem el. Szóval nem találkozhatsz mással, csak azokkal, akikkel együtt vagy. Tehát ennek a jellegzetessége.
ugye mindenki ugye a jobb cuccokért harcol, tehát a sárga cuccok a cél, viszont rettentően kevés az esélye az, hogy pont neked pont akkor egy jó cuccod van. Én ezt az instát nem hazudok, hetedjére viszem végig, de még mindig nem dobott nekem egy kisebb üzét dobott, egy ilyet dobott, ami nekem nem jó. Úgy van, hogy itt van a zöld jelzés, tehát a zöld az a Tesco-snak mondanám, tehát az alapvarás szett, illetve van a kék, ami már egyen jobb fokozatú, illetve van a sárga, ami az epikebb, de szerintem 60-ason még van egy lila fajta, ami a legfelsőbb szintű ruha jelzés. És hát ugye az instákban, legalábbis a 20-asban nem biztos, szóval nem akarok hülyeséget mondani, de a 30-asban, tehát amiben most vagyunk, abban már azért sárga cuccokat ad bőven, sárga vértet, sárga kezest és sárga lábast. Sárga lábas. De szóval sárga cuccokat ad, tehát az a lényeg, hogy megszerezd az egész szettet, ami úgymond szükséged van. Tehát azt hívjuk gearnak, hogyha mindenből megvan egy-egy szett, de egyébként a ruhát is hívjuk, tehát az egész szettet, amiben én vagyok, ez egy gear. Szóval akkor, szóval nem árt, hogyha látjátok a tank, akkor egy olyan emberek kell, olyan embert kell érteni, akinek általában nagyobb az élete, mint a többieknek, nagy védelemmel jelentkezik, nagy védelemmel rendelkezik, és tud pajzsot használni, mert ugye a Lancer, a WoW esetében, ugye jó, mert tud bármikor védekezni, ugye a terának a harcrendszere ugye nem ez szokványos, vagyis hát most már egyre jobban elterjed ez a fajta harcrendszer, tehát bármikor tudsz védekezni, csak egy jobb klikket nyomsz, szóval hogyha ki tudod számítani, hogy kb. Mikor támad a mob, akkor szépen ki lehet minden ütését védeni, ezáltal a healereknek is megsporolod azt, hogy pontosan csak az életedet kell nézni, plusz még a többiekét is. Most egyébként ez egy nagyon jó csapat, mert ketten vagyunk csak, és amúgy hárman kéne lennünk, de alig van dolgom gyakorlatilag, mert egész jó az egész felállás. Szóval nagyon sok minden függ attól, hogy például ő érti a dolgát, szóval ő nem egy DPS-es summont hozott ide, hogy jól sebezzen, hanem ő is érte a dolgát, szóval neki egy tank kell. Annyi még. Folyamatosan egy mobot támadnak, az is nagyon rájátszik, hogy nem külön-külön akar mindenki hősködni. Ezáltal nekem is megkönnyítik a dolgomat, mert van nekem egy területi hílelő spellem, ami által tömegesen tudok életet gyógyítani, vagy felvinni az életet. Szóval... az egyetlen az, hogy tényleg nagy türelem kell hozzá, illetve szerencse is. Tehát ez tényleg kell szerencse, hogy kapj egy olyan cuccot, ami neked jó is, illetve sárga is, és még a tiéd is legyen. Tehát én mindig úgy választom meg magákat a partikat is, hogy ne legyen egy PS-ből kettő, ugye én mindegyikből legalább egy legyen. Tegnapi instában például két berserkel volt. Tehát ott például közös az érv, tehát közös a célt, tehát egy cuccot akar mind a kettő, ugye jó fegyver, jó bizé, és akkor ugye kevesebb az esélye, hogy pont a tied lesz. Ugye ha meg a priest cucc csak nekem kell, akkor ugye nagyobb az esélye, hogy a többiek nem rollolnak, tehát nekik nincs szükségük arra az itemre, mert hát minek vennék fel. Ha látják, hogy szükségem van egy itemre, meg hát én ezért is megyek el, akkor nem fogják előlem elvenni, legalábbis a jobbak. De egyébként be is lehet állítani magát a partit. Azt akartam megmutatni, hogy itt van, ha csak az tudjon rámenni a rollra, akire jó maga a ruha. Tehát, hogyha mondjuk egy Warrior, Berserker, Lancer vértet dob, akkor én nem tudok majd rollolni, mivel ő semmi közöm hozzá. Értitek? Szóval így lényegében ez a lényeg. Ez egy kisebb boss egyébként, ez a Maci.
aztán jönnek majd a... Jön egy ilyen bohóc nő, aztán meg jön egy nagyobb. Általában a főbosszok sokkal nagyobbak, nagyon sok az életük, és több ideig is kell ölni. A WoW-ban volt az, hogy a régi insták, most nem a régi, gondolom, a mostani insták is ilyenek. Szóval az insták általában ilyen, van mikor egy óráig kellett ütni, és folyamatos koncentrációt igényel, hogy mindenki a toppon legyen. Ugye a healernek folyamatosan figyelni kell az életeket, folyamatosan nézni kell. Ugye most egy könnyebb dolgom van, viszont sokkal több ideig ütik a mobot, mert már ilyenkor már rég meg szokok ölni. Itt van az első, egy nyaklánc. A nyaklánc nekem nem kell, szóval én passzolom, tehát nekem nincs szükségem rá, és hogyha senkinek nincs szüksége rá, akkor ott fog maradni, és akkor lehet rámenni, hogy jó, akkor max eladom piacon, mert ugye van piacrendszer, és elég jól működik egyébként. Elég jól lehet pénzt szerezni ezáltal, csak hát vannak nagyon felhetetlen emberek, és ezáltal ez most hova? Jó, van vissza. Szóval ezáltal sokkal több áraért rakják ki, mint amit érne. Szóval, hogyha okos vagy, akkor megnézed, mennyibe kerülnek a piacon azok a cuccok, amik neked is megvannak, illetve úgy adsz akkor egy árat neki. Engem idegesít, hogy nem tudom a petjét healelni, csak tömeges spell-le. Kicsit még buffolom őket. Szóval itt az alap, itt végül is az instázásban az a lényeg, hogy tudd, hogy neked hol a helyed. Egyébként majd meg is akarom mutatni, hogyha csinálsz egy új karaktert, akkor ki is írja, hogy mi melyik. A Terában van egy olyan lehetőség, tehát a Warrior az pont ilyen egyébként, hogy ő tud DPS is lenni, meg tank is. Hát a tank az hol tud lenni, azt nem értem, mert ugye nincs pajzsa, és hát a Warrior szerintem a legnehezebb karakter, akivel lehet lenni, mert rendkívül, szóval nagyon tud darálni, de viszont nagyon, nagyon gyorsan meg tud halni. Mondja az a Juliaka, hogy egy kicsit elmegy. Szóval, ez mi a mód? Jó. Ezek egyébként enchantoláshoz vannak, tehát akkor most talán kicsit beszélni más dolgokról, mert ugye nincs action. Ugye ügyeljetek arra, hogy ugye nagyon sok mindent fog dobni. A mobok folyamatosan dobják a dolgokat egyébként. Pont a instázásnál, hogyha újra nyomsz olyan három instát egymás után, akkor simán két szintet fel tudsz lépni, hogyha a saját instádban vagy. Nekem azért már egy kicsit határos ez az egész, mert ugye ez 30 az insta, tehát ő még tökéletesen illik ide, 27-től olyan 30-ig érdemes idejönni. És ugye mi már 34-esek vagyunk, tehát nekünk már lassan a 40-es instába kéne menni. Csak ugye annyira idegesít engem, hogy nincs meg a sárga ruha. Szóval, hát a többire nem is álmodom, hogy sárga kezes meg ezek, mert tuti, hogy valamiből most lesz. Az is lehet, hogy a főbossz nem fog dobni sárga cuccot. Szóval, hát igen, a türelem kell hozzá meg minden. Csak gondoltam, már csinálok ilyet is, mert ugye nagyon sokotok most kezdik el magát az MMO-t is. És hát ugye megosztom veletek a tapasztalatémat, mert azért már nem most kezdtem az MMO-zást. Illetve pont tegnap volt egy ismerős, hát azt nem mondanám, egy ember, aki néz, és vele találkoztam pont ennél az Instánál. És ő nem ennél az Instánál volt, hanem a 20-as Instánál volt. Tehát úgy gondoltam, hogy kicsit segítek olyan nagyobb szinten másoknak. És egyedül végigvittem az instát tankként. Szóval meg tudtam venni az összes bot, mert mindentökre büszke voltam magamra. És akkor is ott is mondtam, hogy mit hogy kell.
Még az Instának nagyon a fogalmával se volt tisztában, de azért elég ügyes volt. Szóval érdekes. Egyébként tök jó, hogy ez meg fogja magát is lelép. Tehát azt nagyon nem értékeljük, hogy hát most nagyon, ők nagyon megszívnák, hogy én most fognám magam is lelépni. Nem szokás egyébként healerként belepofázni, mert ugye attól, hogy nekem nincsen armorom, azért én tudok nagyobbat is sebezni, aztán simán leakrózom önmagat. Szóval elég erős egyébként a priest. Ez a shard, ez pedig enchantoláshoz kell, amit már az előző videóban mutattam. Szóval az a amúgy tényleg úgy van, hogy 20-astól kezdődik el igazából az egész fejlődés, instázás, 30-asnál a battlegroundok vannak, ugye a BG-k rövidítve, amik ilyen egy csoportos szintem, nem biztos, mert hát általában a PvP szokott menni mobba. Itt viszont azt hiszem egyszer kipróbáltam, de ott mobokat kellett törni, tehát azt most így nem tudom. Szóval azt majd csak szerintem 60-ason is kell egyébként. De csinálsz egy ilyen battlegroundot egyébként az instába, ide is bejöhetsz, meg ide is. Szóval ha battlegroundra akarsz majd később, akkor erre kell kattolni. Ha pedig instába, akkor erre. De ugye most nem tudnék sehova csatlakozni, tehát hogyha egyedül vagy, és nem értesz angolul, és nem tudod, hogy mi van, akkor be tudsz csatlakozni, és hogyha van hely partiba, akkor beinvelnek egy ilyenbe automatikusan, és akkor már hozzátartoz egy ilyen instához. És akkor nincs az, hogy neked kell összeszervezni az embereket. Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Mert nekem itt kellett 10 percig kóvályogni, hogy legyen megfelelő ember. Hát amúgy nincs is megfelelő ember most jelenleg. Meg kettő. Hát jó, mondhatjuk, hogy 4-en vagyunk. De egyébként csak 3-an vagyunk. És abból is én nem támadok. Szóval egész jó az a csapat egyébként. Meg hát ugye jött volna még egy DPS, csak hát a DPS az lelépett. Jó köcsök módjára. Igazából nagyon nekem most nincs is feladatom, pedig jóval több. Tehát tegnap 3 DPS volt, tehát megint nem volt tank. És azért volt feladatom, de daráltak, mint az állat. De ezek is egész jók, csak hát lassabban haladunk ezáltal. Mert még a izén nem is voltunk egyébként. Most kell fölmenni. Ugye a kombat az maga azt jelzi, hogyha megtámadnak, akkor bizonyos spelleket nem tudsz használni, mert ugye támadó módban vagy, ezt úgy tudnám mondani. És hát nekem fontos az, hogy ne egyek kombatba. Legalábbis popban nagyon fontos volt, mert például a felélesztés spellet azt nem lehetett használni úgy, hogyha kombatba vagy, tehát ilyen támadó módban. Tehát ha megtámadnak, akkor kombatba vagy, nem is tudsz használni faját, csak potit. Mert az pont olyan, hogy egyébként lehet így is vásárolni életet, potiont, hogy kombatos poti, vagy nem kombatos poti. Tehát az ilyen potionok abszolút jó, mert nem kell itt szarakodnom. Nincsen potin, tehát ez például... De ezt nem tudom igazából. Ez power-t emeli meg ilyenek, de nem ezt akartam. Mindegy, vannak potik, amiket ugye az egyik videóban is használtam sokat. Ez pont azért, mert kaját nem tudtam használni közben. Csak potit. Na ott van az egyik ilyen... Aha. Nekem vicces, hogy mennyire ráér. Megérte jelölni egyébként a mobokat is. Szóval jó, jó, itt nagyon fontos egyébként a csapatmunka. Szóval itt mindenki azonban segítse a másikat, meg közös az érdek. Tehát ezt is ugye értelmesen kell csinálni, meg minden. Például múltkor ugyanúgy volt, 2 healer volt. Tehát ez az nem az én karakterem, hanem ismerősömé, és hát neki akartam cuccot.
Na mindegy, szóval ketten én voltam tank, volt ez a narancs, meg volt a... Volt a másik... Másik healer. És hát az egyfolytában az belütött a mobokba, a mobok rámentek, nem is healelt, hanem csak immelámmal. Szóval, és akkor utána nekiállt, hogy milyen szar healerek vagyunk, mert... És érted, ő halt meg egyfolytában, nem is csinálta a dolgot, illetve belütött a mobokba, nem tudom minek. Jó, azt el lehet nézni, amivel két healer van, ezért nem az egyik üthet meg minden, de ugye fontosan leagrózta a mobokat, és hát az egyfolytában azért támadták őt, és fontosan meghalt, ezáltal a többiek arra koncentrálnak, ugye őket is ütik, meg minden, szóval eléggé. Szóval azért meglátszik, hogy milyen egy jó csapat és milyen egy rossz csapat. Ez egy jó csapat, abszolút együtt csinálják, nem kell üzélni. Nem nagy őrjöngőség egyébként, hogyha megtanulja az ember, hogy mi a feladata, érted? Jó, a DPS-nek a legkönnyebb, mert csak ütni kell a mobokat folyamatosan, illetve az, hogy ne agrózza le a mob. Tehát jelen esetben most nem kit támad. Jaj, de utálom, mindig ilyen kis szarokat, bábokat. Jujuj. Hol vagytok? Az a baj ebben, ez az első ilyen boss, ami kicsit komolyabb. És hogyha ezt megöljük, akkor kinyílik egy ajtó a fő bosshoz. Szóval általában ez úgy vannak megcsinálva, hogy egyik boss le kell ölni a másikhoz. És az olyan, hogy egyfolytában mász kell, meg idézgeti ezeket a szarokat, az olyan idegesítő. Úgyhogy most ne haragudjon senki, hogy most beleütöttem. Az igen. Igen, általában nekem mindig hátul kéne maradnom. Jó, hát eddig tartottam is, szóval én vagyok az. Szóval nekem is figyelni kell, hogy ne menjek bele a mobokba, közben nézzem az életüket, ugye, hogyha szét vannak szóródva. Illetve, hogyha valaki meghalt, fel kell élesztenem, fel kell buffolnom, fel kell healelnem. Úgy, hogy közben ők ütik a többieket, és rájuk is kell figyelni. Persze most ez így nem nagy öröngőség étembert figyelni, de biztos vagyok benne, hogy hogy azért tegnap például azért az elég húzós volt. Mert ez Warrior Slayernek meg Archernek való, tehát ez nekem nem kell. Izévé lett másiké. Itt van egy karmester. Mondjuk nem tudom miért hívtam ennek, de most már karmester boss lesz a neve. Az kicsit erősebb. És illetve a fő boss lesz a legerősebb. La 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 la. Mondjuk helyem az nincsen. Amit csinálnák akkor. Még egy szerencsen tolni tudni. Nincs szükségem kardra. Közben nézem az az életet, nehogy az legyen, hogy én itt. Itt vannak a kristályok, akkor megmutatom azt is. Tehát itt van, hogy hány férő helyed van. Most jelenleg nekem itt 3 van. Szerintem majd lehet többet is. Szóval... Pont... Tehát a fegyverhez is lehet, látjátok, adni összesen 4 ilyen kristályt, ami plusz értékeket ad. És ugye... Szóval ezekkel nyugodtan lehet jobb klikkelni, meg minden. És akkor az ilyen plusz értékeket tud adni. Szóval az jó. Csak ugye ez folyamatosan változik, mert amíg fejlődsz, ugye a jobb ruhákért harcolsz folyamatosan, úgyhogy ha jön egy újabb ruha, akkor nem nagyon érdekel. Akkor, hogy mi kell, szóval, hogyha 60-asra megvan a full ruhád, akkor már érdekelhet, hogy milyen kristályok, szóval, hogy ez mit ad valójában. Igen, ez... Szóval az plusz 1,2 tizeddel megnöveli a kritikális sebzésemet.
Szóval ez engem például nem érint, mert ugye én nem harcolok, hanem támogatok. Ugye ez például másnak jó. Érted? Szóval, hogy akkor sem lenne nagy örjöngőség, hogyha én most azt magamra nyomnám azt a kristályt. Mert ugye most nem annyira számítanak itt pontos értékek. Viszont az mindjárt megdöglik. Azért most azért figyelni kell. A Mystic tud magának lerakni healt, illetve van külön healelős. Ő meg egy Shadow-ot tud lerakni a Warrior, tehát neki olyan, mintha azt tankolná. Már lószart se csinál. Szóval ilyen kis golyókból tudja magát healelni, illetve külön van egy summonja, aki fontosan healeli elég nagyokat. Szóval a Mystic elég jó karakter, csak kicsit olyan uncsi, mert csak így nyomogatni tudja a gombot, meg van egy spellje, ami ugyanolyan, mint nekem ez. Ugyanaz, figyeljétek, hogy azt fogja használni. Ugye a summonja az, ami nagy értékessé teszi. De gondolom, hogyha minél nagyobb, annál erősebb lesz. Szóval a lekitartás. De ő is DPS, leginkább. Hát igen, több ideig tart az Insta, mint ameddig szokott. Viszont abszolút nincsenek a szébe. Mondom ezt, amikor mindjárt megdöglik az ember. Na, itt van egy ilyen fegyó, ez nekem nem kell, Surcharge-nek kell, szóval passzolom. És ennyi. Ezért még nem volt érdemes. Hova mész? Még a felvétel jobban megy. Na most, hogy most, hogy megvolt a nagy része, most mehetünk lefelé, és mehetünk a bosshoz végre, fő bosshoz. Tehát egyébként, hogyha sokan vagytok, és mindenki dinamikusan csinálja, akkor olyan fél óra alatt meg is lehet csinálni egy instát. Lehet még előbb is. Csak ugye, hogyha nem dob neked cuccot, illetve nem az kell, ami... Mert például nekem legelőször nagyon mákom volt, mert egy 60-as karakter fogta, és invert engem partiba, és végig vitt egyedül az instát, tehát egy 60-as, ez együttéssel megöli az összes mobot. És ugye minden cucc az enyém volt. És akkor a mákom volt, hogy legelőször dobott nekem egy sárga cuccot, ami rám jó is. Ezáltal volt egy mákom. Aztán végig tudtam vinni másodjára, ugye csapattal. És És akkor megszereztem a másodikat. Tehát három cucc van igazából, amiért mond küzdeni kell. Ja. De úgy látszom, a Mystic is tud healálni, szóval rohadtul igazából felesleges vagyok ide. Szóval akár még üthetném is, mert azt inkább magamat kéne healálnom. Szóval még így is szinte lépek egyébként, mert folyamatosan kapom a spelleket. Hogyha én ütnék beléjük, akkor négyeket kapnának ők. De nem. Ugye egy 34-es is van, tehát annyit kapnák, mint egy 34-es. Tehát 75 XP-t kapok magunként. És egyébként ilyen eszeket szokták. Na most ezért 2000-et kaptam. Mert lehet, hogy most... most a kisebb szintű ölte meg a mobot. Itt még nem láttam olyan embert, aki lement volna rendes izébe.
létrán keresztül ment volna le, ha mindenki leugrott szerintem még eddig. Mystic egész jó. Nem is nagyon voltam még vele instálva. Általában... Általában direkt megválogom, nem szeretem az ilyen spelles karaktereket. A darálósokat szeretem. A Searcher is eléggé darálós. Egyébként februárban lesz egy új cast. Egy ilyen láncos... Hát igen, ilyen láncos darálós karakter lesz az is, úgyhogy februártól új cast lesz. Ugye 10... Mi az? 1... Enchantolni tudok? Jó, hát nem tudom. Megint teli van a bagom? Ja. Show me the way. What? Itt is halom. Stöpsz is megvan ugyanaz a ruha, az igen. Udélyes vagyok. Ma nincsen sok egyébként hátra. Szóval nehogy azt higgyétek, hogy itt ezek vannak. I'm a leader in flight. Tudtátok, hogy tudtam énekelni régen? Nincs hülyeség. De most sok énekkórusban voltam. Azért. Nem mondja. La la. Jó, én szerintem nem harcolok, mert sem értem. Egyszerre két ember tudok jelenleg. Nem tudom, hogy később mennyit tudok. Szóval a healer, tehát a személy húztam fel. Ott lesz majd a végén a fő boss. Ugye a stamina az, ami meghatározza, hogy mennyi plusz életet kapok. Tehát igazából 10 000 lenne az életem, de mivel majdnem 120 a maximum stamina értékem, ezáltal plusz 2763-at ad mellé a az életemhez. Ha meghal valaki és úgy fel lesz élesztve, akkor nulla lesz a stamina, tehát még mínusz 1000-be is lesz, ami nagyon sokat számít egyébként. Szóval azért meg kell válogatni, hogy mi a szar van. Show me the way, show me the way, show me the way. Hát látom, mind a kettőnek elég szar a staminája. 111, hát mondjuk annyira nem. Nem kell sokat várni. Na, kicsit nézek egy kis buffot. Ez a manámat viszi föl, szóval egy pont rossz spellet nyomtam be. Ez pedig egy ilyen területi heal, ami aki beleáll, folyamatosan healelődik. Ezek a buffok. Szóval elve. Miért piros az élete? Az igen. Eddig kék volt. Ebben nem szabad belemenni. Na hát itt van egy kisebb húzós rész, mert azért itt darálnak itt rendesen az emberek. Tehát itt azért úgy rá tud menni az emberre. Mondjuk most pont rosszul, mert mindenki csak egy embert itt. Hát nem együtt itt, hanem nem külön. Tehát egyébként minden MMO-nak ez az alapja, ahol vannak insták, hogy kell egy DPS, egy healer, meg egy tank. És ugye itt vannak kisebb eltérések, mert ugye a Warrior is lehet hibrid. Szóval mi az, hogy lehet hibrid, amikor hibrid ő? Szóval lehet hibrid. Anyjában.
Szóval lehet ő tank is, meg DPS is. De... amúgy meg nem. Szóval a WoW-ba például a talenttől függ, tehát vannak bizonyos talentfák, amikre vannak értékek, amiket ad, és ha rányomsz, akkor az leszel. Szóval a paladin régen tudott healelős is lenni, tudott DPS is lenni, meg tudott tank is lenni, attól függ, hogy hogy talentoltál. Tehát neked pontosan nézni kellett az értékeket, amiket adtak a ruhák. Szóval, hogy ez most healelősnek való, tankosnak való, vagy kinek való. Itt például, itt abszolút nem kell nézni, mert jelenleg még. Szóval mivel még nincs egy nagy karakterem, még nem nagyon tudom a lényeg... Ó, és mi a lényeget? Szóval nem nagyon tudom még, hogy hogy van ez. Azt hiszem talent itt is van. Még nem tudom, hogy milyen mértékben befolyásolja. Szóval lehet, hogy tényleg el fog ágatni ez is, hogy most én DPS leszek, vagy teljesen támogató karakter. Illetve Varinál is, hogy most ő izé lesz. Ő tank lesz később, vagy nem. Miért vettem fel azt a szal? Ne I betűt nyomjál, P-t. I betűt nyomjál, na. Felvettem egy izét. Lancernek egy ilyen szarát. Nem úgy eladnád. Tudják fel egy ilyet. Közben nézem az életet, nem, hogy azt higgyétek, hogy közben nem figyelek. Na hát kíváncsi vagyok a boss, hogy öljük meg ezzel. Ott van egyébként egy ilyen szar, azt kell megölni ahhoz, hogy... hogy előjöjjön a boss. Hát már kívülről fúrtam ezt az instát, mert már én szóvégítem. Szóval akkor, és figyeljétek meg, lehet, hogy nem lesz megint ruhám. És aztán megint ugye ez az egész videó potyára ment el gyakorlatilag, mert én már az insta elejétől be csatlakoztatok. Szóval egy egész instát viszünk végig. Nem is tudom mennyi, jelenleg 42 perce megy csak az insta. Szóval szerintem lehet, hogy lesz ebből egy 50 perc, vagy egy órás rész. Szóval sok az számít, hogy... És akkor ugye megint kereshetek embereket, illetve hogyha ők még kapóak rá, akkor végigvihetjük újra. Tegnapi csapat nagyon jó volt egyébként, szóval szerintem az volt a legjobb, mert nagyon daráltak, nagyon értették a dolgukat, meg olyan barátságosak voltak, szóval írtak, és nem ilyenek voltak, egy full némák, semmit nem beszélnek egymásról. Szóval azért taktikát beszéltünk meg, ilyenek. Tök jó egyébként tanknak lenni, hogy mindenki téged követ meg minden. Ezt elértem a 35-ös szintet. Hát jó van, hát ezt nem így terveztem. Legalább behoztam az előző. Ugye van egy karakter, amit bemutattam, ugye a vagy mi az a kis fejlődős videóban, az is narancs volt, az két a betűvel volt, ez pedig narancs, simával. Szóval így hárman szoktunk játszani, de általában tank és healer megyünk így, csak így fejlődünk, és úgy rendkívül jó a fejlődés egyébként. Szóval vannak a bammok, amiket mutattam, amiket ugye nagy lények, és nem lehet őket megölni egyedül, főleg Varionral. Hát tényleg, most, hogy ilyen 35-ös bammokat öltünk, hát az is tartott a 10 percig, mire megöltünk egyet, és ezt nem is tudom, hogy gondolták. Szóval azért, ott is kell a heal, meg minden. Nem is tudtam, hogy tud a Varion védekezni. Ez nekem új. Hát így akkor nekem is sokkal jobban menne. Ez végén kiderül, hogy az összes mindenki tud védekezni. De vicces egyébként. Ki kell mennem a hatótávolságba. Somidói. Na már csak az a kettő van, aztán jöhet a boss. Ja, boss, az nem nehéz legyőzni olyan 5 perc. De szerintem írni fog a csávó valamit.
Egyébként, ha beírjuk, szerintem, hogy perról, akkor is lehet. Lehet úgymond dobni. Meg is lehet egyébként határozni. Szóval 1-től 1000-ig is lehet. De azt hiszem, milyen üzék. Ja, igen, régebben volt olyan, hogyha nem figyeltél, lehetett olyat csinálni, hogy ha beírtad, hogy roll 100/100, tehát hogy 100-ból 100-at rolloljon. Szóval, és hirtelen nem vetted ezt észre, csak azt láttad, hogy valaki 100-at rollol, tehát a maximális értéket, akkor ugye tehát nem ilyen rendszer alapján ment, szóval, hanem beírás alapján, tehát régebben volt olyan, mikor volt egy GM, és akkor ja, értem. Lerak magának pár ilyen izét. Ilyen szart. De hát ugye én is itt vagyok, basszus. Azért. Na hát most jön a nagy kaland. Aha. Tehát, hogy nem itt kéne harcolni, hanem visszafelé, de egyébként ezt sokan csinálják, hogy megvárják még, hogy itt fog megidőződni maga a boss, és gyorsan hátra mennek majd. Szóval. Jó, de valaki ölje már azt a szart. Where? Jó lesz ez. Érdemes hátrább menni. Viszont most megmutatom nektek a filmet, mert ugye itt átvezetők vannak, de általában ezt el szoktuk nyomni. De egyébként nem lenne egyszerűbb, hogyha... Na, azt ledönt, és akkor jön be a film. Az egyetlen bajom az a terrában egyébként, hogy van, mikor tátognak és megy a hang, van, mikor még nem tátognak és úgy megy a hang. Meg, illetve mi se beszélünk, csak vagyunk. Na hát ez lesz a boss. Csak ez ugye most jó hátra kell menni. Ugye ők látták, szóval neked mutatja az, hogy megy a film. Tehát, hogy te a filmet nézed éppen. Viszont így lemaradsz. Mert ki lehet nyomni a filmet, és akkor előre lehet menni. Hagyjon. Igen, szóval ide szoktuk csalogatni magát a boss, mert akkor nem idéz ilyen szarokat. Szóval itt a legjobb támadni. Szóval tegnap is valamiért itt támadtuk. Itt aztán nem idézi a szörnyeit. Még véletlenül se akarok az útjába menni. Szóval azért nekem figyelnem kell. Citrom. Mi az a citrom? Mi az a szar? Ja, értem. Tehát a gépe nem bírja, és ezáltal nem látja mobokat, ezért egyébként ez gyakori szokott lenni, hogy nincs elég RAM egy processzor, akkor nem látod a mobot egy ideig. Be kell töltsön a gépnek. Az a baj, nem látom magának a bossnak az életét, szóval nem tudom, meddig kell, hogy kitartsanak, érted. Egész jól tankul ez a Vario, szóval eléggé ért hozzá. Ezt végig kivétve, szóval. Shomirue, aha, még a staminát is tőle raknál. Tudok érezteni is egyébként, szóval nem lesz baj. Abszolút. Csak legyen ruhám, ugye az a fontos. Vissza fog jönni a boss, ne aggódjál.
leül. Na mi van? Jön már. Amúgy általában úgy vannak megcsinálva az listák, hogy a... Lá! Ugye a bossokhoz taktika is kell. Tehát nem csak ütni, hanem van mikor ezt csinálja, azt csinálja, akkor hirtelen mindenkinek van. Hiha! Abszolút nem vagyunk veszélybe egyébként. Pedig csak ketten vannak. Amikor hárman meghalnak, értem. Nem is értem. Egész jó az utam. Szóval tud vénekezni a Varian. Ez egy jó dolog nekem. Anyád. Show me the way. Szóval lehet, hogy még én is üthetném. Inkább nem ütöm. Négy az öt rávágtam például. Jujuj! Az vicces volt, az mondjuk az én hibám. Ezeket belevágok, azért vicces. Leagdózni meg nem szeretném. Elég sok izék vannak. A mana is meg minden. Mystic tényleg jó karakter egyébként. Nekem is van, csak hát nem szeretem benne olyan lassú. A bogyózik be az meg, mint egy nyúl. Mondjuk nyúl a izéje is. Mit hánysz? Kis szar. Hú, de utálom egyébként. Kívülről tudom a támadásai tankként. Sokat voltam vidéken. És kifejlődött vele az agyam. Amúgy ez a legunalmasabb így egyébként, hogy nézni az instát. Lehet, hogy belepopázni. Tudom, hogy kábítani szeretném, ezt nem is kéne. Semmi jó, semmi. Ez ő vicces tényleg. Ja, annyira elmúlt veszélybe, ezért izélek bele. Ups. Most például lehet leugróztam, mert most már engem támad. Hopp hopp! Ez zenyém? Na ez zenyém. Végre! What? Miért ő kapja meg? Mi a kurva anyád van? Ne basszál meg ki velem. Istenem. Na hát például ezért nem szeretek már fellessen menni, mert ez van. Szóval bekaphatja a fasz mindenki. Pff, és kiakadtam. Ő kapja meg a ruhát, az én szenvedek érte már a hatodjára. Nem hiszem el. Ennyi. Az igen. Tehát tényleg... Na, és akkor ugye megint az van, hogy... Megint az van, semmi értelme nem volt, eljönnöm. És megkapta a ruhát, bazd meg. Beszarok. Azt hiszem, hogy legalább enyém lesz.
Na hát ezzel fogom befejezni ezt a videót. Úgyhogy én megcsinálom még egyszer, hogy hátha. Úgyhogy sziasztok!